Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a képernyő túloldalán. Nagyon örülök, hogy így online összegyűltünk. Kezdem úgy érezni magam, mint Asimov egyik leghíresebb regény trilógiájában és később regény folyamában, az alapítványban, amikor Harry Sheldon megjelenik az időkriptában. Elütötte a két hetet az óra, Hat óra, és a kripta, az időkripta megjelenik, és megtelik egy alakkal, amiről ti azt hiszitek, hogy valóságos. Megbeszél, megmozog, meg rátok néz. És ettől a valóságosnak hit alaktól újabb valóságot vártok, hogy például mondjam el, hogy szerintem most mi történik, és hogy ezáltal egy kicsit bölcsebbek legyünk. Nem tudok mást mondani a történésekről, mint amit te most tapasztalsz. Amit most látsz magad körül, hallasz, azok a kapcsolatok, amik éppen élnek számodra, azok a hírek, amiket elhiszel, ez a realitásod. A kérdés az, hogy mit hiszel el? A kérdés az, hogy kinek a kapcsolata fontos most veled. A kérdés igazából az, hogy ezt a fajta már nem kényszerű elvonulást, hanem azt a lehetőséget, hogy végre egy kicsikét befelé fordítsd az energiádat, hogyan használod fel. Már nem az a kérdés, hogy az a vírus honnan jött, hogy egy laborból, egy halpiacról, egy másik országból, vagy valahonnan az internetről valaki letöltötte. Ez már nem kérdés. Lehet, hogy eddig se volt. Attól függ, hogy mennyire szeretsz így visszamenni a homályba. A múlt az egy idő után homályba vész. Az igazi kérdés az, hogy ezzel a helyzettel most mit csinálsz, és segítette neked ez a vírus és a ráadott humán reakció abban, hogy tisztább tudatta Ez az egyetlen egy kérdés. Ahogy azt hallhattátok a közelmúltban, a vírus is üresség természetű. Függő keletkezés, önálló lét nélküliség és mulandóság, tehát ürességtermészetű. természetű. Ez a járvány nem jó vagy rossz, hanem belőled hoz ki valamit. Mit hoz ki belőled ez a járvány? Az erre foganatosított intézkedések. Ez összefügg azzal, hogy te most hogy érzed magad? Hogy milyen szemmel nézel rám? Hogy aggódó-e az arc kifejezésed, vagy reményteljes, vagy közömbös, vagy pedig enyhén rosszalló. Ez a szunyim. Ma se tudott újat mondani. Most se magyarázta meg a világ lényegét. Nem mondta meg a járványnak az értelmét se, ugye? Hát aki ismer már egy kicsit, az tudja, hogy az észosztás nagyon rossz karma, tehát nem fogjuk elnevezni a jelenségeket tovább, nem fogjuk minősíteni, hanem inkább arra ébresztünk rá, így közösen, titeket, hogy nekünk kell nevet adni a világnak, nekünk kell értelmet adni az életünknek, nekünk kell a jelen helyzetet valahogy felhasználni helyesen. Az erre vonatkozó képesség, ez a buddha természetünk, és ez a buddha természetről szóló tanítás ilyen gyönyörűen hangzik, hogy jaj, hát neked is, neked is, neked is, akár az első sorban, akár a középső, akár az utolsó sorban, vagy mindenkinek van buddha természet. Az összes picikek is négyzetnek, még itt a második oldalon is, ha átlapozok, ahol már teljesen új arcok vannak, meg ilyen nevecskék, mindenkinek van buddha természete. Ez olyan jól hangzó tanítás, és mindenki örül. Örüljetek is. A buddha természet azt jelenti, hogy mivel az a tiéd, az övé, az övék, mindenkié, ezért csak mi érhetjük el a megvilágosodást, nem kaphatjuk például tablettában vagy kapszulában, mint egy ilyen szenvedésre kidolgozott csodagyógyszert. Ha csodagyógyszert kapsz megvilágosodás gyanát, az biztos, hogy nem az, úgyhogy gyanakodj. Akkor kételkedj. A buddha természet tehát arról szól, hogy mindannyian rendelkezünk a megvilágosodás képességével, de kizárólag mi hajthatjuk végre ezt a műveletet. Amikor a szabadságról hallasz, nagyon kevesen informálnak a felelősségedről is. Hogy arról van szó, hogy csak és csak is te érheted el a megvilágosodást, és ezt nem kaphatod meg kívülről, akkor ez már egy kicsikét másképp hangzik. Egy kicsikét felnőttebben hangzik, és a mosoly egy idő után lefagy az arcunkról, mert akármit vársz kívülről, nem fogod megkapni. Tanítást kaphatsz, de megoldást nem. Úton járhatsz, de helyetted nem járhat rajta senki sem. Nem vagy egyedül az úton, mert közösen járunk az úton, hogyha egy irányba megyünk, de helyetted nem rakhatja a lábadat egymás után senki sem, sőt, az útnak, mivel nincs vége, az az érzete, hogy mintha nem haladnál. Ahhoz, hogy haladj, ahhoz magadból kell egy picit koptatni. Onnan tudod, hogy haladsz az úton, hogy egy kicsit kopsz. Kopnak a nézeteid, kopnak a ragaszkodásaid, már nem működnek az azonosulásaid, de hirtelen kékebb lesz az ég. Kicsit illatosabb lesz a hajnal, amikor itt elkezdenek kinyílni a virágok, meg a napfények kicsit a virágport így beindítja, hát itt nagyon illatos tud lenni a levegő tavasszal. Ez nem járvány, kérem szépen, ez a járványra adott helyes válasz. Mindenki tartsa be a szabályokat. Kívül is, belül is. Ez a kérésem de hogyha nem használod föl ezt a már nem kényszer pihenőt arra, hogy egy tisztább tudatállapotot érjél el, akkor a végén azt fogod érezni, hogy elpazaroltad az időt. Hogy csak úgy elment, és végre kiszabadultam, de valójában nem tudok mit kezdeni a helyzettel, mert belül nem történt semmi. Igen, újra lehet közlekedni, dolgozni, mendegélni, étterem belsejébe menni, és nem csak a teraszra, ezt mind lehet majd. Vége lesz a járványnak, mit értél el? Ugyanaz, mint az elvonulás. Ha az elvonuláson a külső szabályokat tartod, de a belsőket nem, akkor valójában belül nem történik semmitek közben, mint a katonatiszt, ahogy kell, érkezel, pontos vagy, úgy eszel, úgy sétálsz, úgy ülsz, úgy énekelsz, minden nagyon szép, minden nagyon jó. Ezt hívjuk a formához való hűségnek és az önmagadhoz való hűség hiányának. A másik, a fordítottja, elképesztően őszinte vagy önmagaddal, és látod a történéseidet, és fel is dolgozod, és mennek a folyamatok, és marhára elégedett vagy azzal, hogy milyen szépen látod a saját tudatfolyamodat, és a többi, de közben nem figyelsz a másikra. Fordítva ősz le az ülésnél, elmész az emberek arca és a fal között, nem énekelsz hangnemben, elkésel az étkezéssel, hű vagy önmagadhoz, de nem vagy hű a formához és a helyzethez. És ez ugyanolyan hiba egyszerre kell a kettőt végrehajtani, és ezért mondjuk azt, hogy a zenben a meditáció alatt nem befelé vagy kifelé koncentrálsz, hanem itt vagy a térben, ahol a belső és a külső egyé válik. Ebben a pillanatban, ahol a tudat letisztul. Mert a tudatod semmikor máskor és sehol máshol nem tisztul le, csak itt és most ebben a pillanatban. Ez is egy fantasztikus alkalom arra, hogy ez megtörténjen. De most Átfordítom a szót a kérdés és válasz nemes tevékenységéhez. Az első kérdést szeretném felolvasni. Sándor, a rendszeres gyakorlásnak, amit ezután is köszönök Ádámnak és a szangatársaimnak, illetve az azt követő mondhatni rendszeres éjszakai-reggeli álmodás között van-e összefüggés? Sándor, van összefüggés, örömmel jelenthetem amit te éjszakára magaddal viszel a csónakodba, mivel az éjszakának a folyóját átevezed, pont is olyan halacskák fognak beugrani a folyóból a csónakba, ugyanis arra kis kajára jönnek. Amilyen tudattartalmat magaddal viszel az éjszakába, az az álom megjelenik rá, ami kell. Néha semmilyen racionális összefüggés nem látsz a kettő közt. Tehát te elolvastál egy gyönyörű regényt, végignéztél ilyen meseillusztrációkat, illusztrációkat, ilyen gyönyörű szép figurákat, amiket grafikus művészek rajzoltak, és ilyen fantasztikus anyókák meg apókák vannak, közben álmodsz egy ilyen nagyon brutálisa, de nem tudod, hogy miért. Azért, mert a te elmetartalmad, és az aznap esti ugye ingeranyag, televízió, internet, rádió, stb., ezek így keveredtek. Nagyon sokszor van az, hogy a darma gyakorlása mély tudati tartalmakat hoz föl, amelyek látszólag semmi köze a tiszta tudathoz, a buthákhoz, a bótiszatvákhoz, és ez az, amikor a tíz bika történetben így látod a bika tomporát, meg a nyomait, és a tompor sáros. Ha nagyon szép álmaid vannak a darma gyakorlata közben, hurá, nagyon jó, csak nehogy azt itt, hogy ez sokáig fog tartani. Ez meg fog változni, és hogy egyre mélyebbre megy az éberség fúrófeje, újabb és újabb azonosulás rétegeken megy keresztül, és akkor onnan hozza föl a medszett mintát. Tehát ne felejtjük, a gyakorlással az életvizét keressük, a tiszta tudat tapasztalatát keressük, ahhoz nagyon sok karma rétegen át kell fúrni, és ezért van az, hogy a zen az csak a pillanatot tanítja, csak a fúrófejet tanítja, mint szépen itt van, és a karma pedig megy keresztül ezen az egész pillanaton, és itt a fúrófej áll, és a karma pedig megy. A való világban a fúrófej forog, és megy le a látszólag mozdulatlan talajba. Ezért a zen nem regresszál, nem megy vissza tudatosan a múltba, hiszen a múltból minden, ami fontos, szembe jön veled. Ebben a pillanatban így szembe jön veled, ezért van az az alapinstrukció, hogy ami megjelenik, azt hagyd eltűnni. Miért? Mert ha nem, akkor a múlt karmájában ragadsz. A múlt karmája jelenné válik, de nem tud ismét visszamenni a tudattalamba, mert megragadtad, főleg a minősítéssel, hogy ez nekem nagyon jó, vagy ez nekem nagyon rossz. Hogy ezt én szerettem, hogy ezt én nem szerettem. Vagy a legrosszabb, hogy ez nem én vagyok, ez nem is történt meg. Dehogy? Hát én hogy mondhattam ilyet? Hogy tehettem ilyet? Hát ez nem is én voltam. Vagy az, amikor az elme legyárt valami kötképet, kedvezőt, ahogy szeretem magamat, és akkor azzal rögtön elkezdek azon hogy igen, hát ez voltam én, hát csak is ez lehettem. Bizonyám, az öncsalásnak a mértéke olyan szofisztikált, mint amilyen az okos tudat, ugye a képesség a fogalomgyártásra, a rendszerépítésre, a képalkotásra. Ezek egyenesen arányosak. Ezért az ember nagyon sokszor elhangzik, kezdőszellem, egyszerűen, tisztán. Ne tégy hozzá semmit, ne védj el belőle semmit. Úgy lásd, ahogy van, enged jönni, enged menni. Kész. És ami ezáltal letisztul, az kell. Az a tükör, ami mindent lát, de semmivel nem azonosul. Krisztina, szeretném megkérdezni, hogy hogyan tudom kikapcsolni az agyam, hogy ne kattogjon. Öt napja nem tudok aludni. Öt éve jogázom. A testi rugalmasság megvan, de a tudat az még sehol nincs. Folyamatosan a saját félelmeimet etetem, de nem tudom, hogyan tudnám leállítani. A meditáció csak irányítottan megy még, de rajta vagyok. Ha jön az este, már jön vele a félelem, hogy fogok-e tudni aludni. Már nagyon fáradt vagyok, és nem akarok gyógyszereket szedni. Tisztán szeretnék látni, hallani, érezni, nem egy szemüvegen keresztül és függővé válni. Krisztina, erre kettő javaslatom van. Az egyik a leborulás, a másik a mantra. A leborulás ez gyönyörűen az összes nádiban folyó energiát rendbeszedi, és a joga gyakorlatot nagyon sokféle elmeállapottal lehet végezni, és a fordítottja is igaz, hogy nagyon sokféle elmeállapot lehet a joga gyakorlat eredménye. Nagyon sokszor a gondolataid és az érzelmeid az energiádat kilövik valahová erre kell figyelni, hogy a jóga alatt álljon be a niróda állapota, a nem gondolkodás állapota, a tudatos elmetevékenység leállítása. Sokszor idézem, mert nagyon-nagyon tisztelem az összes gurút és jogit, az alapmondatot patanjali jóga, ás, csitta, vritti niroda. Tehát a jóga egyenlő a csittának az elmének, a különböző hánytorgásai, vritti, Niroda megállítása, felfüggesztése, később uralása. Tehát, hogyha helyesen végzed a jogát, akkor a szellemi része is bejön, és merem mondani, hogy ez nagyon hasonlít ugye a gyánának az állapotához, ez a nyolc rétű jogánál a hetedik, ide a Niroda állapotából lehet belépni. Tehát, ha helyesen jogázol, akkor ezek a tudattartalmak, ezek előbb-utóbb eltűnnek, de ha nem, akkor olyan karmát honosítottál meg az ászanák mellé, amely ezt még nem teszi lehetővé. Ezért van jelentősége a joga mind a nyolc ágának, mert hogyha megvan a jáma, niáma, ászana, pranayama, utána ténylegesen az energia befelé fordítása apratja kell, hogy következzen, majd egy nagyon tiszta, egységes tudattárgy, dárana, utána jön a gyána és a szamádi. Ha ez nincs, akkor a jogához nem párosult az a szellemi rész, amiről ennek szólnia kell, és ezért vannak félelmek, és ezért van egy csomó minden a csittában, egy csomó olyan vritti, amit még nem tudtál leállítani. Ekkor érdemes egy teljesen tiszta, eddig nem használt módszerhez folyamodni, ez a zenben a leborulás, és egy olyan mantra praxis, amitől ez megváltozhat. És nagyon javaslom a Kwan Seum Bószál mantrát, a van az a felfog, a Sze az a világ, az Um pedig a rezdülés, vagy hang. Amikor te Yinbe átváltasz, akkor előbb-utóbb az történik, hogy a te spontán teremtésed, ami a vrittiknek és így a felesleges elme tevékenységnek a forrása, leáll. Ha hallod a hangot, akkor a gondolataid nem vakítanak el, nem süketítenek meg. A leborulás a mikrokozmikus energiakört nagyon rendbeszed, és a megfelelő irányba áramoltatja a pránát, vagy csít, attól függ, hogy a Himalájától délre vagy éjszakra vagyunk onnantól kezdve a legjobb úton vagy ahhoz, hogy a be visszavitt energiával ezek az elmetevékenységek leállnak. Le tudnak állni. A tantien, azaz a köldök csakra az, a hely és az az állapota az energiádnak, ahol az egy. Nem differenciálódik. Tessék a dristiket, azaz a különböző koncentrációs pontokat az ászanák alatt most egy ideig szüneteltetni, és az egész koncentrációt visszahozni a tantienre. Ezzel az elmédnek az érzelmi és értelmi teste nem fogja kilőni magát különböző energiállapotokba, és nem is pattansz vissza különböző karmákról. Ezért szoktuk mondani, hogy a tér tudat az eredeti tudat. A teret nem lehet megütni. A teret nem lehet megtörni a térben nincs érzékszervi tartalom. Tehát tessék a szívszútrát elolvasni, és a meghaladó bölcsesség, kettős pont, ott vannak az összes olyan sorok, amelyek itt fontosak. Tehát szívszútra is kellene, korea jól magyarul, a kvonszembószám mantra meditációban, és leborulás úgy, hogy az olyan napi 108, aztán 200, aztán 300, az már naponta elég. Így egy körülbelül egy-három hét. Ezt azért mondom, hogy ne add fel hamar, hogy három napja csinálom már, és már fáj mindenem, és még mindig tart. Igen, mert nem tudjuk, hogy hány maha kalpa óta élsz együtt ezzel a karmával. Nagyon sokszor eljönnek hozzánk elvonulni tíz napra, tíz nap utáni kicsit csalódottan, és szúnyi, én még mindig ugyanúgy gondolkodom, mint tíz nappal ezelőtt. Mióta teszed ezt? Hát húsz éve. Hát akkor a tíz napot egy kicsit fel kéne szorozni, hogy mondjuk több időt töltse a darmával és a nem gondolkodással, mint az eddigi habitusaiddal, és ezt így kéne szemlélni. Leborulás, mantra, koncentrációs pont, vissza a tantienbe, summázom, és akkor ez fog innen mozdítani. Tamás. A buddhizmus végső célja a megvilágosodás és a visszatérés a fénybe. Ez a visszatérés a fénybe egy kicsikét New de maradjunk a megvilágosodásnál. Megszüntetni a vágyakozást. Igen, de utána egy új, nem személyes vágyat nyitunk meg, ami minden lény megsegítése. Ez itt nem szerepel a kérdésben, és rögtön bele is teszem, mert az ébredj föl és segíts minden lényen igazsága, az teljesen egyben kell, hogy legyen. Nagyon nagy tanulság, hogy más emberek segítése nélkül a személyes karmától való megszabadulás nem érheted el. Lehetsz te a legnagyobb arahat, a legfantasztikusabb remete. Lakhatsz te a leggyönyörűbb kutiban, kunyhóban, barlangban, vagy lakótelepi lakásban. A mostani barlangok azok ilyen lakótelepi lakások, van egy konyha, egy fürdőszoba, egy nappali, a tévé kikapcsolva, és te ott gyakorolsz. Én tudok ilyen gyakorlókról. És gyönyörűen gyakorolnak, és jól is főznek. De a lényeg az, hogy utána ki kell menniük, és tenniük kell a dolgukat, és segítünk másokon. Mi a véleményed arról, ha vannak, akik úgy érzik, hogy még nem éltek eleget? Már fiatal korom óta érzem, hogy sok minden kimaradt az életemből, amit szerettem volna megélni. Kérhetek egy újra kártyát, azaz születhetek újra. Tamás, az a jó hírem, hogy már ebben az életben, húzhatsz lapot, ezt úgy hívják, hogy új életszakasz. Belülről meglátod, hogy mi az, amit szeretnél megélni, és döntsd el, hogy szeretnél -e a következményeivel együtt élni. Nagyon sokkal, nagyon sokféle dolgot szeretnénk megélni, ránézünk azokra, akik ezt már megcsinálták, és azt nem szeretnénk következményként bevállalni. Döntsd el, hogy ezt szeretnéd-e. A vágyad, hogy születhetek-e újra, fogsz. Fogunk. Mindannyian, de nem mindegy, hogy milyen karmával, ugye a lélek hátizsákjában, és az újra kártya az mindenkinek adott, aki kényszerből vagy szabadságból, de visszatér ide a Földre. Miből szeretnél dolgozni? Kényszerből vagy vállalásból? Nem mindegy. Tehát, hogyha kényszerből jössz ide, vissza a Földre, akkor látod azt, hogy milyen elképesztően nehéz az élet. Ha vállalásból jössz vissza ide a Földre, akkor látod, hogy amit elvállaltál, azt hittel. Energiabefektetéssel meg tudod csinálni. Miért? Mert hiszel benne. Újászülés belül. Még ebben az életben. És akkor az újraszületés nem gond. De ha nem, akkor csak újra és újra húzod a karmakártyákat, és mindig a pirosást szeretnéd, de csak a tök alsójon. Meg a mag felső, és a zöld tízes. És mindig fizetni kell. És mindig valami félre csúszik. Én azt javaslom, hogy most újjá szülessél belül, ez az igazi kezdő szellem, és akkor a következő élet gond, ez az élet gond, és akkor kimaradt az életedből. Miért nem csináltad meg? Miért nem mentél érte? Miért nem szerezted meg? Oké? Okay. Tedd, amit akarsz. De nézd meg az irányát, és nézd meg a következményét, és azzal együtt vállalod el. Ha a nélkül vállalod el, akkor csak a felét láttad, mert mindig a szebbik felét szeretted volna látni, és akkor uram, atyám, hát mit csináltam én valójában? Hát igen, föl is kell mosni utána. Bazsi, mit jelent az, amit a bevezetőben mondtál, hogy az útnak nincs vége? Bazsi, ez azt jelenti, hogy az útnak akkor van vége, amikor lelépsz róla, mert akkor úgy tűnik, hogy nem megy tovább. De te nem mész tovább, az út az végtelen. A végtelenből jön, és a végtelenben megy, és tapasztalhatod rajta igazi önvalódat, azt látod, hogy minél többet gyakorol valaki, annál kevésbé beszél arról, hogy mit ért el. Általában a nagyon kezdő, nagyon durva karmájú, és még nem eleget tapasztalt gyakorló szeretné azt, hogy így átszakítsa egy melkassal a célszalagot, és így bezuhanjon a nirvánába, és ott aztán csak buli van. Hawaii, Dizsi, napszemüveg. És ez a nirvána. Tehát ezt szeretnénk nagyon sokan elérni, Ekközben jutalmaznánk magunkat azzal, amiről lemondtuk. Ez egy nagyon érdekes psziché, és nagyon hétköznap, és ezzel nincsen semmi baj. Minél többet gyakorolsz, annál jobban látod, hogy az az eredeti tudat, amely nem név, nem forma, nincs kezdete, nincs vége, természetesen az úton járással szimbolizálható és érhető el. Az út az is egy segédeszköz. Eredetileg nincs kezdete, nincs vége, nem tudjuk, hogy milyen a burkolata, ezért nem is lehet kátyús. Csak a karmádba szoktál elbotlani. Az úttal semmi baj nincs. Ha beérkeztél valahova, akkor gyanakodj, hogy az egy ilyen állomás, ahol behívtak egy pohár kisüstire, és ott ragadtál. Tessék szíves visszalépni az útra, és haladj. Haladj, és hogy ezt az előbb mondtam, abból veszed észre, hogy egyre egyszerűbben és egyre világosabban tudsz létezni, mert a karmádat elkoptatod. Ha fáj az úton járás, az azt jelenti, hogy azonosulsz a karmáddal, és a kopás az nem jó érzés nem jó a nézetváltás, nem jó a lemondás, semmi nem jó. Valaki lögdös előre, nem tudok jobbat, kényszer alatt érzem magam. Ezek mind-mind olyan gyermekbetegségek vagy kezdeti fájdalmak, ami az útonjárás és a karmával való azonosulás keveréke. Tehát járj az úton, és ne keresd a végét, csak mindig a következő lépés a helyes irányba menjen. Ébredjünk föl, segítsünk a világon. Ez világos, csak mennyit mersz ezért tenni? Miről vagy hajlandó lemondani? Mit vagy hajlandó beemelni az életedbe? Mennyire vagy hajlandó változni ezért? Mennyire viseled el az önkép veszteségét? Iddől el, Szilvi. Van-e jelentőség, hogy melyik mantrát használom az elme lecsendesítésére? Jelenleg a zöldtára mantrát érzem magaménak. Használjad nyugodtan a zöldtára, a fehér tára, egyéb színű tára, közkedvér mondom, hogy Avalokit Varának a tibeti neve, tehát együttérzés mantráról van szó, ezzel rossz felé nem mehetsz. Ha tényleg az együttérzést elolvasod, megérted, recitálod, érzelmileg átérzed, és utána pedig visszahozod gondolkodás és érzelmek elé a tudatot, a tára mantra gyönyörűen alkalmas erre. Csak utána tessék elviselni azt a változást, amit ez okoz. És az együttérzés mantra okozza a legészrevehetetlenebb változást. A leghosszabb távon érvényesülő változást, de visszafordíthatatlan. Ha valaki együttérző szeretne lenni, akkor nagyon gyűrközzön föl, mert nem olyan, amilyenek először elképzeled. Nem az állandó nagymamai érzelmeket kiárasztó világra, tehát nem. Egész más. Elképesztő imperatívusok vannak belül, azokra megfelelő választ kell adni, mert hogyha te felrajzoltad az együttérzést, mint célt, akkor az kötelez téged. Miért? Mert te vállaltad el. Te raktad föl a lécet. Te szeretnél minőségi módon élni, együttérzően embertársainak segítő módon, mert valahogy azt érezzük, hogy ez méltó hozzánk. Ez az emberi. És hogyha nem ez, akkor meg valami ez alatti. Nagyon fontos, felraktad a lécet, és törekedj, 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 és ne érezd azt, hogy Úristen, már megint alulmúltam magamat. Az önminősítés nem együttérzés. A karma látásából következik az együttérzés, de ne minősítsük magunkat, mert abból következik, hogy mások felett se ítélsz. Ha a tiszta tudat egyik akadálya az, hogy megcímkézzük a jelenségeket, akkor nem szabadna, szépnek látom egy csodálatos tavat vagy hegyet. De láss szépnek, csak tudd azt, hogy a tó meg a hegy az erről nem tud. Ezt mi tudjuk. És hogyha ezt tudva címkézed meg, akkor helyben vagyunk. De nyugodtan érez szépségélményt, amikor egy gyönyörű tavat, hegyet, állatkát, kanári madarat, kolibrit és egyebet látsz, és akkor az a szépségélmény a tiéd. De tudd azt, hogy ez a tiéd, és nem biztos, hogy más kultúra béli, vagy más emberi lény ezt ugyanígy látja, hogy ezt a madarat te látod szépnek, mások pedig nem. Vagy ez a hegynek egy gyönyörű, másoknak pedig túl alacsony, vagy túl magas. Gabriella, sokszor említed, ez lennék én, a helyes motivációt, célt és irányvételt. Ez nekem a jelenben gyökeredző jövőt jelenti. Lehet, hogy hibásan. Nem. A jövő az mindig itt a jelenben gyökeredzik. Azt is sokat hallom tőled, hogy ne legyen jövőképünk. Előre elgondolt jövőképünk az ne legyen, hanem most teremtsünk valamit. Ez nekem ellentmondásos. Hogyan lehet a gyakorlatban jövőkép nélküli célt, irányvételt megvalósítani? Irányvétel legyen! de olyan felrajzolt jövőkép, ahol a vágy intellektusa vagy érzelemteste lombfűrészsel kivágja azt a kontúrt, amin át kell menni, és akkor te tökéletesnek érzed magadat, azt nem javaslom, mert az nem fog bekövetkezni. Nézd rá csak az emberi kapcsolataidra. A pároddal, ahogy x éve együtt élsz, és van irányvételetek, jövőképetek, de se te nem vagy a párodnak az, akit ő x éve szeretett volna, és vice versa, ő se az neked, akit x éve szerettél volna, de kialakult valami a közös életvitel során, mivel mind a ketten megtanultatok megbékélni, együtt élni, örülni egymásnak, boldognak lenni, stb. Jövőkép az lehet, de ez inkább az irányvételhez álljon közelebb, és nem pedig egy -e nagyon fix, de mániákusan elképzelt valamihez, mert abban biztos csalódni fogsz. Biztos. Zsuzsanna. Említetted, hogy ha rossz karmát viszünk magunkkal, akkor akár állatként is születhetünk újra, vagy akár a világ olyan részére, ahol egyikünk sem akarna élni. A kérdésem az lenne, hogy akkor az ok és okozat alapján azok a lelkek, akik szegénységben, nyomorban vagy egy élhetetlen világban születtek, akkor ők is csak a rossz karmájukat hozták magukkal az előző életeikbe? Tamás, elméleti a kérdésed? Inkább azt nézd meg, hogy te milyen karmát hoztál magaddal, és azzal ebben a helyzetben hogyan érzed magad? Mindenkinek más az életézés. Most gondold el, hogy valaki innen egy ilyen pozícióból kijelenteni, hogy igen vagy nem hogy akik ilyen helyzetbe születtek, azoknak rossz vagy jó karmájuk van. Tehát ez olyan borzasztóság lenne, hogy ilyet normális tanító nem csinál. Az a normális, ha te meglátod, hogy hogyan segíthetsz a szegényeknek, hogyan ébreszthetjük fel azokat, akik nem látják a karmájukat, hogyan lehetünk türelmesek azokkal, akik türelmetlenek magukkal és a világgal szemben, ez releváns. De az első és nagyon fontos feltétel, hogy te a saját karmádat lásd. A saját születésed okát lásd. Például nagyon érdekes tapasztalás volt, amikor Koreában az ott töltött folyamatos hat év alatt a 90 naposok margóján, a kispadon meglátja az ember, hogy miért született Magyarországra. 8200 km és egy hatalmas kulturális távolságból nagyon jól lehet látni. Ezt kell elhagyni az otthont, hogy meglásd az egyéni, páros, család és csoportos karmádnak a létokát, hogy te pontosan a hátizsákban miért hoztad azt magaddal. Ehhez le kell tudni tenni a hátizsákot. Rá kell tudni látni. Meg kell szüntetni az azonosulást. Én ezt javaslom neked, csak akkor legalább a saját karmád működésmódjára rálátsz, és ez lenne a legfontosabb. A többi az elmélet különböző hagyományok, vallások, különböző teóriákat mondanak, ezek irrelevánsak, terméketlenek és nem segítenek senkin. A saját realizációs praxisod, a segít rajtad is, és másokon is. Ezt javaslom. Robert. A mindenkin segíteni végső és sikeres célja az kell, hogy legyen, hogy végül felébredjen mindenki? Igen, Robert. Ez a célja. Patrick szeretném kérdezni, hogy lehet-e már tudni, hogy mikor nyit a templom, és mikor indulnak az elvonulások, táborok. Kedves Patrik, örömmel jelentetem, hogy a templom sose zárt be. Az ajtó nyitva van. Be és ki egyaránt, és örömmel jelentetem, hogy vallásos szertartásokat tartunk. Rendezvényeket nem tarthatunk, vallásos szertartásokat tartunk reggeltől estig. Amikor ezeket szeretnéd igénybe venni, például hétvégenként, akkor olyan szertartásaink vannak, ahol egy kis meditáció is van az éneklés előtt, és van egy kicsi utána is. Minden nap három éneklés, két meditáció van, úgyhogy ha szeretnél jönni, légy szíves be egy e-mailt, egy értesítést, a, akár a kapcsolatfelvételen keresztül, a honlap által, és akkor válaszolunk neked. Úgyhogy a templom nem zár be, soha. Csak mi halunk meg. Krisztina, sajnos nem tudtam a mantra nevét leírni, a 108 leborulás megvan, kérlek szépen ismételd meg. Van sze, um van, fölfog, se, világ, és az um pedig a hang per rezdülés. Azért fontos a rezdülés hozzátétele, mert hát csak egy elég kicsi tartomány a hang maga, az akusztikus rész. A többi része nem akusztikus, de rezdülés. Érzelmi, gondolati, egyebek. Na ezeket a rezdüléseket is érdemes felfogni, és ezt is ugyanúgy, ahogy a hangot rezzenéstelen, mozdulatlan, tiszta tudattal. Ha tényleg jelen vagy száz százalékig a térben, akkor minden rezdülést fölfogsz. Ezt hívják tiszta jelenlétnek. Gábor, kérlek beszélj a leborulás mozdulat sorának egyes fizikai fázishoz fix tudati fókusztású vagy változó. A leboruláshoz lehet csak a lélegzetet figyelni és a mozgást, és lehet egy mantrát is tartani hozzá. Különböző fázisokban nincs különböző gyakorlat, végig ugyanazt csinálod a teljes ciklusban. Tehát, hogyha az nyugtatja meg a tudatodat jobban, hogy mantrázol leborulás közben, akkor tedd azt, a gáté gáté para gáté, pára, szám, gáté is jó, a konszeumból száll is jó, nagyon sok minden jó. A lélegzetet mindenképp figyelni kell, a mozgást is figyelni kell, és ne enged, hogy a mantra följöjjön ide a homlokcsakrába, mert akkor csak balesetet játszik az elmélet gondolataival. Attila, kérdésem, hogy lesz-e, van-e lehetőség online koninterjúkra? Attila, nem az együttérzés hiánya, amikor azt mondom, hogy nem. Interneten keresztül nem lehet rendesen kohanozni. Miért? Megkérdezem tőled, és most a haladók nyugodtan nevesnek, mi ennek az ennek a a buddha természete? Na, hogy válaszolsz rá az interneten keresztül? Nem lesz online interjú, mert ehhez egy térben és egy időben kell lenni. Vannak dolgok, amiket így az régi módi, közvetlen kapcsolatba kell elintézni, és a Kohan interjú is ilyen. Tessék jönni, és akkor lesz interjú. Krisztián, az előbb a párom tette föl a kérdést. Ez egy jó kapcsolat most megteszem én, bipoláris zavarra küzdök, segíthete a zen, esetleg egy elvonulás, szeretnék ebből az állapotból kigyógyulni. Jelenleg gyógyszereket is kapok, de eltompít, nem látom a megoldást. Köszönöm. Krisztián, itt már terápia kell, mihelyt a pszichoaktív gyógyszerek színre lépnek, a meditációnak teljesen ellenkező hatása is lehet. A meditáció nem terápia. Csak akkor használhatsz meditatív eszközöket, hogyha ezzel a terapeutád egyetért, lehetőleg felvette a kapcsolatot a meditációs tanítóddal, el kellene érni egy olyan fokot, amikor már nincs szükséged gyógyszerekre. Az nem azt jelenti, hogy kidobod a csatornába, és akkor nincs szükségem gyógyszerekre, a terapnak ezt kell leírnia. És akkor ezzel el lehet menni meditálni. Miért? Azt lásd, hogy a meditáció összes módszere, amit valaha mondjuk a Mahajánában és a Téravádában tanítottak, és úgy szegről-végről eljutott hozzám, a közös bennük az, hogy a megkülönböztető tudatosságban létrejövő én képet lebontják. Az elmének a tudatos tevékenységét felfüggesztik, vagy legyengítik. És ezáltal a tárház tudatotban rejtett, elnyomott karma a felszínre jöhet, megtisztulhatsz, az azonosulás megszűnik, és a többi. Erre az én képzetre később egy tiszta formában szükség van. Hogy meg tud magad különböztetni a kutyától, a képen előtted van, hogy ő négy lábú, te pedig két lábú vagy, hogy te ember vagy, ő pedig állat. A megkülönböztető tudatosságnak a restaurálása az is a meditáció feladata. Na most ebbe az a pszichikai diagnózis, amit leírtál, nem csak hogy beleszól, hanem teljesen a visszájára fordítja, ellenkező célt érnénk el vele. Nem tudnád elzárni a csapot. Nem tudnád a tudattalan tartalmakat leállítani, és az én képet helyreállítani. Ezért veszélyes, és ezért nem javaslom. El kell jutni a személyes én integritásának egy olyan fázisába, egy olyan fokozatába, amikor elég erős vagy ahhoz, hogy kibírd azt, ami a saját tudattalanodból megjelenik. Ha nem bírod ki, akkor a tükör darabokra zúzódik. És ezért kell egy olyan együttérző terap, aki valamilyen szinten érti a meditációt, pontosan tudja, hogy téged le kell venni a gyógyszerekről és le kell szoktatni róla, és hogyha ez megtörtént, akkor érdemes meditálni, mert ahogy mondtam, a meditáció nem helyettesíthető semmilyen terápiával vagy orvosi ellátással. Levente. Mit tanácsolsz akkor, ha a világnézetünk nagyon gyorsan változik, és ugrál a spiritualitás, az anyagiasság és az intellektualitás között? Egyedül a lélegzetem és a testem horgonyoz még ezek között, de az életirányt, az emberi kapcsolatokat ezek nagyon más irányba viszik egymáshoz képest. Abban még találtam valami kis horgonyt, ha azt mondom, nem tudom, tehát nem azonosulok egyikkel sem. Levente megválaszoltad a saját kérdésedet. A nem tudomhoz kell visszatérni, mert abban nincs spiritualitás, anyagiasság vagy intellektualitás. Tehát a nem tudható tapasztalata kell. Abban egyik ilyen probléma sincs. Tudod, hogy hányan belezuhannak a háromba vagy bármely kombinációjukba? Nagyon sokan, sőt, még papírjuk is van róla, hiddel és tanítják is. Tehát vigyázzunk. Vigyázzunk, hogy egyik izmusra se fizessünk elő, és lehetőleg ne abból éljünk, amit másoknak se kívánunk, úgyhogy legyünk szívesek a nem tudható nemes tapasztalatához visszatérni, akármennyire is kockázatos, mert nem látod, hogy hogy fogsz megélni belőle. Nagyon-nagyon marketing biztos a nem tudható tapasztalata, mert valójában még a semmi sincs benne. De ettől lesz az ég kék, a fű zöld, ettől leszel együttérző, ez a nem dualisztikus bölcsesség forrása, csak nem tudod itt dobozba tenni és eladni szerencsére a spirituális bevásárlóközpontban. Ez lehetetlen. Mert nincs neve, nincs formája, nincs színe, hangja, attribútuma, látható minősége, mégis erre van szüksége az, hogy te ember legyél. Hát erre a paradoxonra tessék gombot varni, és hogyha ez a nem tudható, sajátod lesz, és tapasztalatod lesz, és ebben gyökeredzel egyik szélsőségbe se fogsz beleesni. Szilvia. Az öregkori fizikai és szellemi leépülés elkerülhetetlen, és elvileg én is bele fogok menni, ha ezt az állapotot az öregséggel megérem. De jogom van-e hozzá, hogy kilépjek akkor, ha ez a helyzet, amit most úgy gondolok, hogy elviselhetetlen lenne, és nem szeretném megélni. Ne rohanjunk előre az időben. Így szeretnék válaszolni egy korábbi kérdésre is, ahol arról volt szó, hogy a jövőkép vagy az irány a korrekt. Tehát az irányvétel legyen korrekt, és te ne félj egy be nem következett jövőtől. Miért? Mert akkor bekövetkezik. Mert a félelmed által energiát adsz neki, és negatív teremtésbe mész át. Ezt ne tedd, hanem ügyelj a test és lelki képességeidre, maradj tudatos, ne töltsd túl magadat felesleges információval lelkileg, ne tegyél helytelen kajcsit a testedbe, mozogjál, legyél tudatos, tartsd meg a kapcsolataidat, stb. Tehát nagyon sokféle öregkort lehet látni, a tiéd még eldöntetlen. Ha öreg lennél, ezt a kérdést nem tennéd fel. Teremts egy olyan öregkort, amivel szeretnél együtt élni, és mások is szeretnének veled együtt élni. Nem az a probléma, hogyha már nem emlékszel egy csomó mindenre 80 fölött, egyikünk se fog. Az a baj, hogyha közben te egyedül vagy. Tehát annyira elmagányosodnál, és annyira felszámolódnak a kapcsolataid, hogy ezen közben te senkivel nem állsz kapcsolatban. Még a kék éggel, az előtted elmászkáló hős vagy a nyulacskákkal és a lovacskákkal sem. Tehát tartsd meg az egyé vált tudatot, tartsd meg a teljesen nyitott tudatot, és tréningezd a testet és a lelket. Ne félj az öregségtől, mindenki ott lesz. Az a kérdés, hogy te ebben a korban, amiről írsz félelemmel, tudsz-e segíteni másokon? Még tudsz. Mindenki tud. Illetve el tudsz-e fogadni segítséget másoktól? Ezen múlik. Mindenki valamilyen szinten, aki épp nem megy motorral a fának és ott végzi, mindenki megöregszik és meghal. Fokozatosan. Aztán egyszer csak kilép. És ezzel nincsen semmi baj. Erre a vonatra jegyet váltottunk. Az összes állomáson végig fogunk menni. És nem ér kiugrani a vonatból, nem szabad, mert mindenki ott van az étkezőkocsiban és vár téged. Tessék társas életet élni, és felvállalni azt, hogy az emberi élet szükségszerűen halállal végződik, és kész. De hogy te milyen tudatállapotban mész át a halál kapuján, az nagyon fontos. Ez a tapasztalat, ahogy a születés tapasztalata is fontos, definiálja a következő életünk nagyon sok működését, rengeteg olyan archetipikus működés, ami a születéssel és a halállal kapcsolatos, az ilyen pillanatokon múlik, hogy hogy halsz meg, ne félj az öregségtől, tudatosan, szépen készülj rá. Eljön mindenkinek. P and F. Honnan tudom biztosan, melyik út az enyém, ha választási lehetőséget, dilemmát élek meg? hát akkor még nem volt elég erős a dilemma. Mert hogyha elég erős a dilemma, az olyan erősen az útra tesz, hogy ott aztán tényleg nincs kétség. Én azt kívánom, hogy nagyon erős és nagyon mély dilemmáid legyenek, amelyek kimozdítanak ebből a komfortzónából, és akkor egyszer csak azt látod, hogy az eltökéltség rakétáján ülsz, és megpróbálod az irányt így legyezgetve a rakéta orrán úgy a GPS-be beprogramozni, hogy az arra menjen, amerre tényleg kell az eltökéltség, a determináció az akkor kell, amikor már tényleg a téves nézettek az elképzelések nagy része, a kétségek szakadékába belezuhant. Engedd, hogy ez megtörténjen, tessék letisztulni, és akkor elkezdünk menni az úton. Kedves szuném, csak egy tapasztalás megosztás. Nagyon örülök, hogy magyarnak születtem. Katolikus gyermekkor, teljes tagadásos fiatal felnőttkor, és most egy más keleti hagyomány. De azt érzem, hogy ez a közeg, ti, Magyarország, Teremt lelki teret ahhoz, hogy meglássam, az út lehet különböző, de az Isten nem tudható, zárójá, egy. Mondanál arról valamit, hogy te hogy láttad a magyarságodat? Miért ide születtél? Az utolsó mondatokig gyönyörű a megszólalás, és én nem szeretném beárnyékolni senkinek a karmikus tapasztalatát, úgyhogy csak egy pár aspektust mondanék arról, hogy miért. Szerintem. Egyrészt azért, mert a korábbi életeim karmájának a summázata pontosan azt kívánta, hogy gyönyörűséges orvos szüleimhez Budapestre, és abban az időpontban szülessem. Nincs kérdés, és nincsen semmiféle hiba az univerzumban, mert a korábbi karmádból következik a mostani. Amikor ezt meglátod, akkor béke van belül. És az egy úristen, eltévesztettem egy sarkot a bardóban. Jobbra fordultam a bal helyett. És véletlenül ide landoltam a helyet, hogy mondjuk Bécsbe születtem volna, ahol egy kicsikét nagyobb a nyugalom. Tisztábbak az utak, megjósolhatóbb a minőség, ott van Sönnbrunn nem messze, és lehet kirándulni a kastélyba. De nem oda születtem, nem ide, Budapest 13. kerület. Miért? Azért, mert hogyha nem ezt teszem, akkor nem tudom kibontani azt a karmát, amit ki kellett bontanom. Elcsépelt kifejezés, hogy itt van dolgom. Ezt nagyon sokféleképpen meg lehet élni. De ha te determinizmusként és egy hatalmas kozmikus balesetként éled meg, hogy ide születtél, akkor valamit még nem láttál meg. Ha eléred a karmától való szabadulás bármely fokát, akkor másképp tevődik fel a kérdés. Úgy tevődik fel a kérdés, hogy mit akarok kezdeni ezzel az élettel, amely itt kezdődött Magyarországon, és ezért a három kontinens északi féltekére gondolok, bármelyikén folytatódhatott volna olyan 28 és 34 között. Azért, mert a magyarságomat én szerzetesként, tanítóként, templomalapítóként, fenntartóként és ilyen templomszolgaként élem meg. Ezzel fizetek. A darma a legjobb valuta. Miért? Mert rendkívül jó neveltetést kaptam, nagyon jó szüleim voltak, elképesztően átlagos, de szerencsés gyermekkor, olyan iskolába, óvodába és is egyébbe jártam, mint ti. Ugyanolyan középosztálybeli szüleim voltak, mint a legtöbb öttöknek. És nem volt semmi különleges, mindaddig, amíg Magyarországon nem találkoztam a darmával. 1990-ben előtte is egy kis jó, egy kis tibet is, stb. De hogy igazából ötösbe akkor kapcsoltam, amikor 90-ben, 30 éve emberek, Sikerült így egy barátom át a belehúzni ebbe a kóreai hagyományba, és azóta teljesen fejem bubjáig. Az igazi kérdés az, hogy miután rálátsz erre, és a szabad döntésedet tapasztalod, hogy élhetnél Amerikában, Kóreában, Ázsiában, Európa más országában, miért itt? Azért, mert ezt a jó karmát én törleszteni szeretném. És segíteni itt, ahol beszélem a nyelvet, meg valamennyire ismerem a folyamatokat. Ez, hogy egy nyelvet beszélünk, hogy egy országban születtünk, hogy ugyanarra a magyar névre hallgatunk, ez egy óriási közösség, ez egy óriási nagy lavor, amiben mindannyian úszunk. És bizony van ebben a lavorban takarítani való. Tehát tengericsikók is vannak, meg dinoszauruszok is, és egy-két rejtett Lokneszi szörny. Tehát ezeket megszelídíteni, egy kicsikét elboldogulni egymással, kezet fogni a medúzával, hát azért az egy eléggé munkás dolog. Ez a legjobb. Miért? Mert aki kalandvágyból manapság itthon marad, az biztos, hogy nem fog unatkozni te. Egyetlen egy unalmas perc nincs. Mindig van munka, és mindig valami, ami akár egy Bacsó Péter film, akár egy Shakespeare dráma, vagy a kettő közötti átmenet mindig elét kerül, még a földúton is, itt. Látszólag az Isten hátta mögött a semmi közepén. Nagyon érdekes ez a magyar karma, és te ne szomorodjál el, és nem a megbűnhődte a múltat és jövendőt uh, himnuszából kéne kiindulni. Az a himnuszunk, az gyönyörű, de nem a te lelkiállapotod. Tessék megszabadulni ettől a karmától azért, hogy jó magyar légy. Hogy helyesen élj hogy tudj másoknak is segíteni a magyarságoddal, és ne az legyen, hogy ugye reptér saját szememmel és fülemmel, meglátja a magyar útlevelet a másik kezében, és arrébb megy. Nem vicc. Hogy ne így legyen, ne ez legyen a csoportkarmánk, hanem valahogy egy természetesebb, normálisabb, szívbéli összetartozást éljünk meg tisztán. Ideológiáktól, prekoncepcióktól és egyebektől mentesen. Úgyhogy van munka. Van munka. Ezért is jó magyarnak lenni, mert soha nem lesz el munkanélkül is. Soha. Krisztina. Anyukám kérdezi, hogy ha többször visszajövünk ide a földre, és nem emlékezzünk, mit rontottunk el előző életeinkben, akkor hogyan javíthatunk? Krisztina anyukájának innen a szívem közepéből mondom, hogy amit javítanunk kell, az mindig szembe jön velünk. Nem nekünk kell emlékezni, majd ő emlékszik. Ha valami dolga van, majd jön és mondja. Ha valami nem romlott el, azt nem kell javítani. A múltba nem megyünk vissza, mert egy ilyen hatalmas, feneketlen akna, meg gödör, és ezért nincsen a zenben ilyen magyar szóval regressziós terápia. Tehát ezt nem szoktuk. Akivel dolgod van, körülötted van. Amivel dolgod van, az a kezed ügyébe kerül. Miért? Mert vonzod. Bevonzod, ha félsz tőle, akkor azért, ha remélsz tőle, akkor azért. Ha szereted, akkor azért, ha gyűlölöd, akkor azért. Tehát nézd meg, hogy a vonzásnak milyen tartalma van. Negatív teremtése, vagy pozitív teremtése, örömöt teremtesz, vagy bánatot. Akivel neked dolgod van, az mind megjelenik, nem kell keresni. A hiba, az már itt van belül. Amit folyamatosan elkövetsz, és mindig, ja Istenem, már megint, már megint beleléptem, már megint elmondtam, már megint elkövettem, Na, az az, amit javítani kell. Nincs itt semmi olyan nap alatt, csak belül is látni kell, meg kívül is. És akkor ott a házi feladat. Épp elég. Zsófia. A szorongást, amit az előadó művészi pályán tapasztalok már sok-sok éve, feltételezem, hogy a hamis azonosulások önképek következtében tapasztalom. Mikor valóban jelen tudok lenni, nincsen szorongás. Hogyan járjak helyesen az úton úgy, hogy az előadás elnyerje eredeti én nélküli átadását? Ez gyönyörű. Úgy, kedves Zsófia, hogy csak játszol. Ne akar jól előadni, ne akarjál jó előadó lenni, semmilyen önképet ne erőltes, és ami legfontosabb, ne félj egy nincsen az a semmi baj. Ha csak nem zen meditáció alatt ülés közben szeretnéd köszörülni a torkodat, mert akkor hiba. De a művészi játék, annak tér kell, annak tolerancia kell, és egy olyan intenzitás, egy olyan fókusz, ami benned szerintem megvan, csak játsz, és amikor csak játszol, akkor az én magától eltűnik. Amikor egy igazán jó koncerten vagy, akkor az utolsó avizó után van ez a mágikus két másodpercnek és a végtelennek a határán egy csend. Az utolsó hang így visszhangzik a koncertteremben, rezenéstelen a karmesteri páca, és még nem hangzott föl a taps, és nem kezdtek el csilingelni a fülbevalók, és nem szólaltak meg a telefonok, meg ilyenek. Na, ezekért a pillanatokért érdemes élni. Na, hogyha rutinos előadóművész vagy, ebbe a pillanatba te belelépsz az előadás elején, te pontosan érzed, hogy ennek a terem ilyen. Ebben a térben nincs én, nincs gondolat, nincs külön önkép vagy entitás. És látok zenész tagokat itt a szangából, akik bölcsen vakarják a fejüket, hogy na hát ezt hogyan? Hát ezt az gyakorlat plusz a szakmai tudás, igen. És hogyha ez megvan, tehát szakmailag tényleg a legjobbat, amit csak el tudsz követni, maximalizmus nélkül, tökéletesség vágy nélkül, de befektetett energiával és helyes tannal, akkor csak játszol. Csak tedd. És akkor nem te vagy jelen a színpadon, hanem mondjuk a zene, hogyha az az előadó művészettárgya, vagy az ének, vagy valami egyéb. Ekkor a közönség teljesen egyéb válik azzal, amit csinálsz. Szaknyelven ezt úgy szokták mondani, hogy teljesen lejön a színpadról. Ekkor van az, hogy a színpadi tér és a nézőtér csak látszólag különbözik, de egyébként teljesen egy térben vagytok, és akkor egy tudatban is vagytok. És az ennek a kétféle érzékelésmódnak, hogy közönség és előadó, ennek az egybenyitása, az ezáltali megtisztulás, az ezáltali megszabadulás, ez a katarzis. Ezt a katarzist, ha magadban egy tudati tisztaságként, mint magvat, mint lehetőséget hordozod, akkor ez a műalkotás által, a csak játék, a csak előadás által lejön a színpadról. Tamás? Hogyan használjam a mi a dolgom és ki a párom kérdéseket a napi két meditációmban, vagy ehhez a két meditációhoz hogyan tudnám illeszteni ezeket? eredetileg a mi ez kérdéssel gyakorlok. Köszönöm a választ. Tamás, hát nem vagy egyszerű eset. Én reggel szeretném, hogyha a mi a dolgom kérdést használnád, és este tett fel a ki a párom kérdést, és nagyon jó válaszokat fogsz kapni. Komolyra fordítva a szót, én azt szeretném, hogyha belül egy nagyon mély és nagyon tiszta tudatállapotot érnél el, tér vissza a mihez kérdéshez, mert tényleg elég sok a gondolat itt a levegőben, és a mi ezzel dolgoz, és egy ideig semmi tárgyast, semmit jó, különben a dolgodat se végzed, meg a párodat se találod meg. Tehát jó, egyszerűen tisztán. Menj hárt. Örömmel nézem a kopasz fejed, mulatságos, hogy néha budha parókát öltesz. Oké. Okay. Köszönöm, hogy létezel és tanulhatok tőled. Kedves Menyárt, köszönöm szépen elismerő szavaid. Abból kitűnik, hogy tényleg a közös gyakorlatnak nagy helye van, és szeretete vállak itt a templomban. Katalin. Nagyon érdekes, amit a leszületés helyéről mondtál. Vajon mi a helyzet akkor, ha valaki leszületik X helyre, és aztán onnan jó távol dolgozik és segít, szolgál? Konkrétan jogatanáromra gondolok, aki Dél-Amerikából származik, és évek óta itt él és tanít. Ez akkor hogy is van? Katalin, ez úgy van, hogy azzal a helyjel, ahova leszületett, nagyon kevés karmája volt. A családi karma az erősebb volt, mint a csoport karma, és ide költöztek, vagy a párjával költözött ide. És hogyha már nem maradt karmája egy adott helyen, vonzás, taszítás, adósság, törlesztés, stb., akkor megy, akkor simán mehet. Hidd el, hogy itt a karmának a lényege, mint mindig, hogy a tudat teremti, ez nagyon fontos tanítás, mert azt se láttad, ami sokkal tragikusabb, hogy egy adott szülőpárhoz teljesen egészségesen leszületik egy gyerek, és két éves korában meghal. Mindenki elképesztően tragikusan és joggal, gyással éli meg ezt az egészet, csak itt ennek a egy kicsit távolabbról adott képe az, hogy ennyi karmája volt a szülőkkel, és azzal az inkarnációval. Két év alatt befejezte, és utána már nem folytathatta, Azért, mert egy újat kellett kezdeni. Nem volt több se a szülőkkel, se a környezettel, senkivel. És mennie kellett, és ment is. Tehát ez tudom, hogy most begyújthatja az elméket, hogy akkor még, még, ne ezzel most tessék szíves nem gondolkodni, jó? Tessék szíves egy picit befelé fordulni, hogy te miért születtél oda ahova, miért éltél idáig, ameddig, és hogy még a hátralévőben mit szeretnél csinálni. Ennek a sztorinak, amit most elmondtam, az egyetlen egy értelme az, hogy véges az időnk. Hogy nem vagyunk a végtelenségig ebben a testben, egymással ebben a térben, és tessék helyesen kihasználni. Tessék helyesen élni, és akkor érdemes. Krisztina, köszönöm a választ, de anyukám ezzel még annyira nincsen megelégedve. Azt is szeretné tudni, hogy mindent fogadjunk el akkor, amikor szembe jön, mert ez a dolgunk, a feladatunk, és tanuljunk belőle, de úgyis csak utólag jövünk rá, hogy mit rontottunk. Kedves Krisztina, én az édesanyádat arra szeretném kérni, hogy főzzön nekünk a templomba valami finom ételt, és hozza el azt, megesszük. Együtt meditálunk, és el fogom neki mondani, hogy miért ne ezen gondolkodjon. Ugyanis a közös gyakorlat, a közös éneklés, a közös térben való lét, az nagyon sokszor magától kipörgeti ezeket, és szívesen válaszolok erre, de csak bonyolítanám a helyzetet. Nem szeretném bonyolítani, egyetlen egy mondat. Sosem késő rájönni a hibádra. Soha. A múlt, a jelen és a jövő összes karmája ebben a pillanatban létezik. Az igazi önvalónkban van az alfa és az omega, a kezdet és a vég, az oldás és a kötés. Tehát ezt a pillanatot kell figyelni, és eldönteni, hogy fogadd el vagy sem. Te vállalod a dolgodat, a feladatodat, és nem más. El szeretnéd vállalni? Helyesen cselekedtél? Akkor nincs mit javítani. Rontottál? Akkor tessék javítani. Kata. Hogyan tudok felülkerekedni a negatív érzelmeimen, indulataimon? Miért nem látom meg az okot egy visszatérő élethelyzettel kapcsolatban? Kedves Kata, én azt javaslom, hogy csatlakozz hasonlóan negatív érzelmekkel és indulatokkal bíró emberekhez és hasonló élethelyzetben lévő emberekhez, és rögtön egy rakás tükörben viszont látod, hogy miért kell felülkerekedni rajtuk, és hidd el, hogy olyan gyorsan el fogsz robbantani onnan, hogy még a felülkerekedéssel lesz utána a probléma, mert olyan mértékben torkig leszel ezzel, hogy az valami hihetetlen. Tessék szíves a karmádat, megszorozva látni, életnagyság helyett ilyen hatalmas csoportos tükörben minden tiszteletem azok akik mernek közösségbe járni, gyakorolni, mernek csoportban működni, és merik a tükörben való látást elviselni. Ez nem könnyű. Tehát Szungszán megkérdezték, hogy mi a nehéz gyakorlat? A száznapos egyéni elvonulás, azt mondja az a mester. Á, dehogy. A száznapos az olyan, mint a vakáció. Elmész az első nap, visszajössz az utolsó nap, pontosan tudod, hogy mi történik, van étel, van alvóhely, és ami történik, az olyan előbb-utóbb ilyen nagyon jó lesz, mert hozzászoksz egy kicsit ahhoz, hogy a karmád megjelenik és eltűnik. A száznapos elvonulás tehát olyan, mint egy darma vakáció. Hát akkor, ször, mi a nehéz gyakorlat esetleg a három hónapos közös elvonulás? Ez ugye nem, nem, hát az olyan, mint felszállnál egy hajóra. Megvan a kapitány, megvan a kormányos, megvan a szakács, megvan a szállásmester, a fedélzetmester, és mindenki tudja a dolgát, és a bölcsesség hajója a szenvedés óceánján szépen megy, 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 és elér a kikötőbe 90 nap után. Itt mindenki tisztul, mindenki mosolyogva lelép a fedélzetről, nagyon jó gyakorlat. De akkor mégis mi a nehéz gyakorlat esetleg templomban élni? Ezt, hogy a templom élet a világ legjobb dolga. Közösen cselekszünk, van, aki kindolgozik, van, aki dolgozik, tesszük a dolgunkat, itt a szanga jönnek vendégek, tanítjuk, őket segítjük őket, ők is segítenek minket, ez így nagyon rendben van. De akkor szőr, tessék, szes megmondani, tényleg mi a nehéz gyakorlat? Ja. Az emberi együttműködés az. Ezt pedig csoportban szoktuk realizálni. A vérszerinti csoportot azt ugye családnak hívjuk, ott se könnyű, ugye, az együttműködés. Párkapcsolat ugye egy alaphelyzet, és innentől kezdve. Tessék szíves megnézni, hogy az együttműködés hol hibádzik, hol van az, hogy, úristen, az életben ne kelljen többet hozzászólni. Soha úgy utálom, és annyira nem viselem el a látványát, hogy egy akciófilmnek a nagyon-nagyon puskaporos jelenete is kevés ahhoz, hogy én mit csinálnék vele. Tehát amikor ez van, akkor egy dű alapú karmával megteremtettél egy negatív vonzást, és az adott embertípus nem pusztán az adott identitás, az énséget nem személyével mérik. Jó? Az adott mintázat állandóan szemben jön veled mindaddig, amíg a polaritás áll. Na, ezt kell javítani akkor tudod, hogy rontottál. Vágyenergia ugyanez. Az internettől kezdve a különböző valós időben és térben lévő kapcsolatokig, ha mindig ugyanolyan kontúr jelenik meg előtted, akkor a te kisugárzásod, a te vágyait sem változtak meg. Úgyhogy tessék akkor megnézni, hogy kit vonzol be, hogyan, milyen helyzetek kerülnek eléd, milyen viszonyokat kell megoldani, és akkor rájössz, hogy te teremted az egészet. És itt is, itt lent is. Péter. Azt mondod, szembejön. Azonban, ha ami szembejön, csak a tehetetlenség érzését kelti, az pedig dühöt gerjeszt bennem, mi segíthet kikerülni ebből, ezekből a körökből? A BKK bármelyik járata, busz vagy villamos. Ugyanis, hogyha szembejön, kiállsz a pályára, ha szembejön, az nem a tehetetlenség érzését fogja kelteni, hanem ugrasz. Ne próbáld ki, mert akkor bezárnak. Hogyha valami szembejön, akkor az nem a tehetetlenség, az a te lefagyásod, ez nagyon fontos, nem az a jelenség vagy ember kelti ezt az érzetet, hanem az a karma, ami a kapcsolatodat meghatározza vele. Itt kell az a meditáció benne, hogy mi a dolgom, mert az egy kicsit aktivizál. Helyes helyzetfelismerés, megfelelő kapcsolatteremtés és cselekvés lesz ennek az eredménye, és nem pedig az, hogy lefagyaszt az, ami szembe jön. Ha harcolsz vele hiba, ha menekülsz előle hiba, ha lefagysz, tehetetlen vagy, az is hiba. Ezt a hármat kell elkerülni. A meditáció segíthet ebben, leborulást is javaslom. Nagyon szépen aktivizálja az összes energiádat megfelelő irányba. Ez segít kikerülni a körökből. Csilla. Amikor jó dolgok vagy csapások jönnek, akkor azokhoz hogyan kell viszonyulni? megérdemlem, feldolgozom, hogy vagy most valamiért fizetek, stb. Nem látunk bele rögtön a múltba és a jövőbe, hogy kölcsönt vettünk fel, vagy pedig az adósságot fizetjük vissza. ezt csak a bank tudja. Most, ebben a helyzetben mi az, ami egy jelenséget jóvá vagy csapássá tesz? Mi az, ami benned a fizetés érzését kelti fel, vagy pedig a kölcsönfelvétel érzését veti fel? hogyan teremti a tudatod ezeket az érzeteket. És itt meg kell állítani az elme összes analitikus tevékenységét, és tisztán tükörből látni az egészet. Ehhez az én gyakorlat hozzá segít, csak tessék hátralépni, nem minősíteni, nem agyalni, és nem kigondolni azt, hogy nekünk ez most miért jó, vagy miért rossz. Okozatiságában tessék látni. És ha így van, akkor a szentséges relativizmus majd segít. És a relativitás az, hogy lehetőleg több nézőpontból vegyük szemügyre az adott jelenséget, vagy jelenségcsoportot. Ha több nézőpontod van, akkor azon nyomban ez az elképesztő, kényszerű, abszolút látásmód, ez le fog esni rólad, mint egy bilincs le tud esni a rabról, hogyha már valaki kinyitotta a kulcsa. Franciska, mit tegyen az, aki erősen érzékel energiákat, ami zavaró lehet, milyen gyakorlatokat érdemes végezni? Emellett honnan tudjuk, hogy belső tanítót érzékelünk, vagy az elme kommentáriát. Utolsó kérdésem, hogyan lehet a szerelem érzését szeretetté alakítani? Maradjunk az energiáknál, Franciska. Aki erősen érzékel energiákat, annak a szívszútrát kéne recitálni nagyon sokszor, és a gáté, gáté, paragáté, paraszám, gáté, para gáté bódiszvá, ide betenni a tantienbe. Ez lepucolja azokat a karmákat, amelyek a finom testet, az energiatestet állandóan mozgásban tartják. Ez lenne az első gyakorlat. Ezt azt mondom, hogy egy olyan 6-9 hétig körülbelül. Tehát egy olyan 2-3 hónap max. Amikor ez egy kicsi stabilizál, és az energiaérzékelések nem szednek szét, és egy kicsikét inkább egybe vagy, akkor a múkóannal kell dolgozni, mert ez az, ami megszilárdítja a tudatot. Ha ezt túl hamar kezded el, akkor ezt a szilárd egypontú tudatot a korábbi karma, ami energiakarma, szétdobja. Olyan, mint hogy egy zsákba megpróbálnál bezárni egy gázpalacnyi molekulát nem megy, szét fogja dobni. Ezzel a mantrával kipörgeted, ennek semmiféle külön tartalma nincs, egyszerűen tisztán a középpontba hozod a tudatot, a szívszutrával gyönyörűséges önképtisztítást végzünk, elkezdenek lehullani a fájtlak és a hamis képek, és ekkor már a múval meg lehet szilárdítani. A többség kedvére elmondom, hogy a történet az úgy indul, hogy megkérdezték Jojo mestert, hogy van-e a kutyának buddha természete, mire azt mondta Jojo, hogy mu, ez kínaiul wu, ami azt jelenti, hogy nincs. Hogyha megkérdezed, hogy mi a mú, mi ez a nincs, akkor az összes ilyen képzet előbb-utóbb elmegy, mert az energiatest megnyugszik, mozdulatlan lesz, nem bocsát ki semmit, így eltűnsz egy kicsit a saját radar Ez nagyon előnyös tud lenni. Tehát mi a mú? Ezt a második kérdésre is értem, mert az elmének a kommentáriát ez a két gyakorlat leállítja. Egyébként a mantra mellé érdemes le is borulni, mert növeli a hatását. Az elme kommentárja az gyakorlatilag a saját okosságot szeretete miatt nem leállítható. Tehát az állandóan megy. Te, az mindig fölül akar írni bármi mást, hogy okosabb legyen. Tehát valahonnan jön, valamilyen okból kifolyólag, és valahová megy valamilyen céllal. Ha egyáltalán el lehet nevezni az igazi önvaló működését jó nevezzük belső tanítónak, az látszólag a semmiből jön. Egy pont az egész, és utána nincs következmény. Ez nagyon megmarad, ez teljesen máshova épül be, mint az elmének vagy a csittának bármely mozdulata. Teljesen mindegy, hogy megcsinálod-e vagy nem, de ha nem, akkor később rájössz, hogy hiba volt. Nincs belső vita. Nincs semmiféle parlamenti szavazás, hogy már pedig ezt meg kell tenned. Tehát nincs ilyen elme működés, mert nem az elméből következett. Tehát így, paf, így szépen megjelenik egy kép, egy szó, egy kifejezés, egy mondat, és látszólag a semmiből, és utána sincs semmi. De ez teljesen máshol megy a tárházban, mint az elmének, a csittának, vagy a manasznak, a megkülönböztető tudatnak, vagy az állajának, az emlékezésnek a keveréke. Tehát, hogyha a komputeredben ezt a három modult nézed, ez teljesen másképp működik. Ami nagyon fontos, hogy az intuíciód is gondolatokat, szavakat, érzelmeket használ a kommunikációra. Ezért mondom azt, hogy a meditáció egyik komoly mellékhatása, hogy megkülönbözteted spontán a jelt, az intuitív felszérekerülést, a zajtól az elme kommentárszerű okoskodó, állandóan én teremtő viselkedésétől. Onnan érzed, hogy intuitív, hogy nincs benne duális tartalom. Az elme állandóan valami dualitás körül forog, lehetőleg több képernyőnyi dualitás körül forogjon, mert úgy érdekesebb, meg okosabb. Nagyon pontszerű, nagyon világos ellentmondás nincs benne, mert nincs dualitás benne. És hogyha tiszta a tudatod, meg tudod különböztetni a zajt a jeltől, és innen kezd nagyon érdekes lenni a dolog. Tamás. Ha sok munkával a zen buddhizmus teljesen magamévá tudom tenni, akkor ezt elérve a gyász, szeretteim, akár a kis kedvencek elvesztése már nem lesz olyan fájdalmas? Vajon a buddhisták hogyan gyászolnak? El lehet vonatkoztatni egy szeretett ember állat elvesztését a Tamás? Aki buddhistát láttam, az is könnyekkel gyászolt. Őszinte, nem visszatartott, világos könnyekkel és szomorúsággal, mert a szeretetteli kapcsolatok ismérve az, hogy nem szeretnénk elveszíteni őket, és ha megtörténik, szomorúak vagyunk, gyászolunk, és a többi. Hamarabb túl jut rajta, tisztán látja, nem formál magáról és másokról véleményt azért, mert ez megtörténik, tehát van különbség a puszta duális tudatnak az érzelmi hánytorgása és egy normális, gyönyörűen végigél gyász folyamat között. Örkény Istvánnak tessék a Temetés című egypercesét elolvasni, az nagyon jó használati utasítás ehhez. Anita. Hogyan lehetséges az, hogy valaki nem tudja fogadni a szeretetet? Állítólag mindannyian arra vágyunk, az adna biztonságot, akkor mégis miért nehéz befogadni, elfogadni valakinek az őszinte szeretetét? Kedves Anita, az a válaszom, amit szerintem már ismersz, hogy a szeretet a legfélelmetesebb dolog, mert lefegyverez. Mert valahol önmagaddá tesz. Nem tűri a képmutatást, nem tűri azokat a szokásos énteremtő mozdulatokat, amelyekkel addig sikerült leválasztódnunk a másik emberről, és a leválasztódást így látszólag áthidaljuk valamilyen hamis képmutató rendszerrel. A szeretet ezt nem tűri. És hogyha valakit tényleg őszintén szeretünk, akkor mindezeket spontán lefosztjuk róla, anélkül, hogy az én a másikénnel harcolna. A szeretet a leg lefegyverzőbb dolog, a legközvetlenebb, legőszintébb, legemberibb dolog, sőt, az emberi kapcsolatoknak az abszolút értékű mérceje, mennyire tudom szeretni a másikat, akkor is, ha nem értek vele egyet, ha érdekeink különböznek, stb. 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 Azért félünk tőle, mert a szeretet nem enged mást, mint hogy önmagunk legyünk. Leolvasztja az énséget, és mássát tesz elindít valami más felé, mint ami vagy aki addig te voltál. Iszonyatosan félelmetes, és általában valami érzelmi, gyors szénhidrátot szeretünk szeretet helyett, amivel így nagyon gyorsan érzelmileg vagy érzékkileg kielégítjük magunkat és a másikat, mert a szeretet az egy pillanata nem volt ott. Nem volt meg a teljes egyéb válás se testi, se lelki, se egyéb szinten. Érintés lehetett, érintkezés lehetett, de hogy ha az egók nem omlottak le, és nem gyúltak ki egy közös tűzben, és nem hamvadtak el az identitások, akkor az a szeretet az nem volt ott, vagy nem volt teljes. De ha ott van, akkor félelmetes, mert teljesen más leszel tőle. Teljesen, és a másik is. Koller Kri. Szakmán véget jelen helyzetben parkolópályára kényszerültem, és az egész család olybá tűnik, hogy a helyes irányvétel az, ha munkát vállalok, mert abból most nem lehet pénzt keresni, amiből eddig nagyon szépen éltünk. Számomra azt tűnik helyesnek, ha olyan szakmát keresek, amivel simogathatom az embereket. Egoizmus, ha irányányba indulok, és nem szeretném egyből elvállalni, ami szembe jön? Köszönöm, hála békesség. Kriszti, kicsit általános és elméleti a kérdésed, ez nem baj, a konkrétság ott van mögötte, természetesen a válasz máshonnan érkezik, más szögből, mint várod. Mindegy, hogy milyen szakmát válasz te tudjál szembenézni magaddal minden este, és te érezd minden reggel, hogy jó képességgel, kellő hozzáértéssel tudsz indulni és segíteni másoknak ezzel az adott foglalkozással. Tehát kívül is, belül is meg tudj felelni. És kész. Ha magad előtt is megfelelsz, és a világ előtt is megfelelsz, akkor az a szakmaiság az ember van. az nincs semmi baj. Még egy kérdésem lenne. Hmm. Kezdhetek 108 leborulással? Rögtön, nem kell a 27. Bizony, Krisztina, kezdhez, csak utána másnap ne csodálkozz, hogyha a lépcsőn ilyen magas térdemelésbe fogsz lemenni, mert a 108 leborulásnak ez is a mellékhatása, és ez is nagyon rendben van. Csak én szóltam. Tehát a fokozatosság is jó. Persze, hogy én is megcsináltam 108-at rögtön, onnan tudom, hogy magas térdemelésben mész le a lépcsőn másnap. És ez rendben van. Csak megtanultam fokozatosan ott lenni, és fokozatosan tanítani, és nem rögtön egyugrással nulláról százra, mert az egy idő után unalmas, hogy olyan jót mondtam, és mégse jött vissza a tanítvány. Helyett hallom a kórházi zárójelentést, tehát nem. Ahogy akarod. Csak szépen, hogy másnap is megcsináld, az a fontos. Krisztarita. Ha a tudatunk teremti a világegyetemet, mitől függ, melyik gondolatom teremtődik meg? Tőled. Tőled függ. Egyáltalán milyen gondolat jelentik meg a tudatomban, így a magasabb rendű teremtés hogy nyilvánul meg? Hát amilyen gondolatot teremtesz, olyan. És nézd meg azt, hogy milyen tudatminőséged van, az elmédnek épp akkor milyen tartalma van, és akkor attól függ, hogy milyen gondolatokat teremtesz. Ha valami nagyon-nagyon csúnya gondolat jön, akkor nézd meg, hogy mi ez? Honnan jön? És akkor rá lesz annak a gondolatnak az előzetesére az okára, és azt az okot kell akkor egy picit megváltoztatni, és akkor mást fogsz gondolni. Hogy az álmaid nagyon függenek a vacsorától, hogy a gondolataid függenek az olvasmányoktól és az audiovizuális élményektől, meg az érzelmeidtől. Nézd meg az összefüggéseket. A magasabb rendű teremtés hogyan nyilvánul meg? Nem tudom, itt ilyen alacsony rendű teremtéssel vagyok körülvéve, végig a sajátomat beleértve. Állandóan mulandóság van, tökéletlenség van, kölcsönös függés van, és akár tetszik, akár nem, a földön előbb-utóbb felismered, hogy ez az élet vele járója. A magasabb rendű teremtés az olyan lenne, hogy nem lenne vele probléma. De mindig van. Nézd meg, a teremtés mitoszok így tényleg közel és távol keleten rengeteg magyarázatot adnak arra, hogy éppen most mi miért vagyunk ilyenek. Mind terméketlenek, és egyikük se segít rajtad. Amíg a teremtés nem internalizálod magyarul nem veszed észre, hogy te hogy teremted a világegyetemet, addig ezek mind-mind ilyen mesebeli használati utasítások egy olyan rendszerhez, amit látszólag nem tudunk megváltoztatni. És állandóan, mint a kádba szorult vakond, megpróbálunk a zománcon kimászni, és nem megy. Egyáltalán nem megy. A kedvenc ilyen teremtés, mint azt mondom, egy gnosztikus változat, ahol ugye természetesen szaklális hierarchia van, egy gyönyörűséges ősi panteon, és ott van a mindenható. És a mindenható nem szeretné ezt a földet megteremteni. Uh -huh. Törölni a tervből, de van egy alacsonyabb rendű istenség, akit úgy jelent, hogy a lázadó. Ebro vagy Yaldabaos, ez a neve, arameusú vagy görögül, ez a lázadó a mindenható engedély ellenére megteremti a Földet. Így, ahogy van. Ezekkel a törvényekkel, fauna és flóra, de még nincs ember. Ezen az Úristen annyira feldühödött, hogy hagyta. Hagyta, hogyha már ilyet teremtett, akkor ez így teljesüljön be. Ez itt kezdjen elműködni. és nem csinált semmit. Sőt, és itt jött a második szintje a teremtésnek, hogy egy második istenség, aki hasonló bizonyítási vágytól szenvedett, és nem tudta az ambícióját egy kicsikét ugye visszafogni, meg akarta teremteni az embert, hogy valaki kimondhassa ebben a világban azt, hogy én. 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 Most jelenleg 101 példányban. És ő volt szaklasz, a bolond. Ez volt a második ilyen alacsonyabb rendű istenség, ha már a teremtésről beszélünk. Ez a bolond szaklasz, beleteremtette az embert az elsőnek, Jaldabausznak a munkájába azért, hogy elrontsa. És azóta a természet és az ember, a földgolyó és az intelligencia állandóan harcol egymással, és nem jutnak dűlőre. És állandóan ebben az alacsony rendű teremtésben, ezért a pusztításban kiélik magukat, és nincs vége soha. Tehát amikor arról van szó, hogy mozdulatlan tudat, cselekvés nélküli tudat, dualitás előtti tudat, akkor az azt jelenti, hogy az Isten szerelmére tartózkodjunk már ettől a teremtéstől egy kicsikét. Állítsuk már ezt a motort, amit az elmében kezdődik, a kis csittádban a sok vrittivel, és ekkor, hogyha tartózkodsz a dualista teremtéstől, akkor az alacsony rendűség meg az összes ehhez párosítható probléma is elmegy. Hoz létre, ha kell, ne hoz létre, ha nem kell. Ne legyen kényszerű a teremtés, ne legyen puszta karma követés a teremtés. Akkor érzed azt, vagy érezheted, hogy alacsonyabb rendű. Nem akarom megcsinálni, de mégis megcsináltam. Nem akartam kimondani, mégis kimondtam. Nem szeretnék így gondolkodni és érezni, de állandóan ilyen gondolataim és érzelmeim vannak. Ez az alacsony rendű teremtés, mert csak a szokásaidat követed, és nem tudod ide visszahozni az egészet. Amikor ezt a hangot hallod, akkor nincs teremtés vagy pusztítás. Dualitás előtti állapotról van szó. És amikor ez számodra tapasztalattá válik, akkor kezded el uralni a teremtést, és nem érzed azt, hogy alacsonyabb rendű vagy magasabb rendű. Megcsinálod, ha kell, nem csinálod, ha nem kell. Szabad akarat a kedvenc témám. Van olyan, hogy nagyon szabad az akaratod, és úgy nekifeszül az élet falának, hogy azt érzed, hogy semmi nem sikerül hogy neked olyan szabad akaratod van, hogy mindenki más a te szabadságod ellen dolgozik, és téged nem értenek meg, és nem éreznek veled együtt, és ez a szabad akarat így beleütközik a lehetetlenségek szöges drótjába. Na, ez az, amikor még nagyon én jön. Amikor még annyira énes, és annyira duális, hogy itt minden van, csak szabadság nincs. És innentől kezdve ha gyakorolsz és megnézed, hogy ez az akarat honnan jön, a hozzákapcsolódó én honnan jön, valójában megnézed, hogy a karmádnak az Izsákjában milyen tartalom van, hogy mit kell csinálni, versus, hogy mit akarok csinálni, akkor elindul egy ilyen lassú közeledési folyamat, hogy amit akarok tenni, és amit tennem kell, az előbb-utóbb találkozik. Na, ez a legszebb. Amikor nem kell azon gondolkodni, hogy Uram Isten ezt rámoztotta a világ! vagy az én szabad gyönyörűséges akaratomból származik. Ugye te szabad akaratod és az elvállalt kötelességed így szépen találkozik így egyben. Így. Akkor van valami, amikor nem merül föl, hogy én ezt szabadon akarom el, vagy éntelenül elvállaltam, vagy éppen a legrusnyábbi karmákat fizetem vissza. Ha még nem mindegy, akkor nem szabad az akarat. Három darab köszönetnyilvánítást láttam, a három Különböző tájáról a Kárpát-medencének. Szeretném én is megköszönni azt a mintegy 1 óra 35 percet, amit együtt töltöttünk, és szeretnék mindenkit arra lelkesíteni, hogy gyakoroljon otthon. A karantén nagyon jó zenterem, és az enteremben, néha úgy érzed magad, mintha karanténban lennél. Szeretettel várunk mindenkit a templomban vallásos szertartásainkon, remélem, hogy minél hamarabb. Teljes messzélességgel együtt gyakorolhatunk, elérhetjük a felébredést, és megszabadíthatunk minden lényt a szenvedéstől. Köszönöm mindannyioknak a figyelmet, jó egészséget, jó gyakorlást mindenkinek! Szerusztok!